Sziasztok mindenkinek! És 7 nyelvre tolmácsolnak minket, és köszönjük szépen, hogy ennyien itt vagytok ezen az üzleti teázáson, és ma arról fogunk beszélni, hogy mi az az ajándék, amiben te más vagy, illetve hogy te másképp csinálod az üzletedet. Lehetne a saját magad ajándékáról is beszélni, de most nem az a témák. Tök jó, hogy itt vagytok, köszönjük. Tudom, hogy karácsonyi időszak van, és mindenkinek nagyon stresszes ez az időszak, de hogyha ti olyan országban vagytok, ahol a karácsony ez nem jár ilyen örülettel, vagy nem is ünneplitek, akkor valószínűleg más stressz van az életetekben. Érdekes nézőpont, hogy most a világban azt gondolják, hogy depresszió van, ezt a gazdasági depresszióra vagy visszaesésre érti, és nem biztos, hogy ezt így kell mindenképpen nézzük, úgyhogy nézzük ezt, hogy mi az az ajándék, ami abban van, hogy hajlandó vagy más lenni, akár még a nehéz gazdasági körülmények között is, amiben mindannyian élünk mostanában, és olyan emberek vesznek minket körül, akik félnek, vagy aggódnak, hogy mi lesz a jövőben, hova megy a világ, milyen irányba, mit fognak történni, minden megdrágul. Hát igen. De mi van akkor, hogyha mindezt egy lehetőségként néznéd saját magad számára, és megkérdeznéd azt, hogy mi az, amit én itt most választhatok, és mi az, amit én nagyon szeretnék teremteni a világomban. És ne azt néznéd, hogy mi az, amit mások csinálnak, vagy gondolnak a világról. Szeretnék meghívni bennetek arra, hogy merjetek mások lenni, és másképp nézni a dolgokat, és beszélgessünk arról, hogy oké, ez rendben van, de akkor hol kezdjem ezt az egészet, és mit tehetek én, amikor minden megörül körülöttem a világban. Úgyhogy, ha bárkinek van kérdése, akkor tegyétek föl így a Zoomban, az angol Zoomban a kezeteket, és akkor ez a kis sárga kéz, az megjelenik a képernyőtökön, fogják tudni akkor, hogy szeretnétek valamit kérdezni, és akkor fordítjuk azt is. Egyébként pedig az Anával fog beszélgetni, és januárban pedig a gyönyörű Dubájban fognak tartani egy kurzust, és egy picit másképp fognak ránézni ez alatt a kurzus alatt arra, hogy hogyan lehetne másképp az üzletet kezelni ebben a világban, amiben mi most élünk. És ezek, mi van akkor, hogyha ezek a dolgok, amik körülöttünk vannak, azok nem valósak, és nem az enyémek, akkor én mit választanék? És hogyan tudom azt, ami most itt van, a saját hasznomra fordítani? Föltettétek valaha ezt a kérdést, hogy akár ezt a gazdasági visszaesést, az áremelkedést, a nyugati világban a kamatok is emelkednek, egy csomó minden történik gazdaságban. Mi van, hogyha ezt tudnátok a saját hasznatokra is fordítani? Ez az első kérdésem számotokra. Mi kellene hozzá, hogy a mostani helyzetet a saját hasznotokra fordítanátok, és mit választanátok akkor ma? Mit választanátok akkor? Azt a kérdést szeretném megkérdezni tőled. Valaki azt mondja, hogy hát neked semmi bajod nincsen. Tegnap ránéztem a árfolyamra, ami most sokkal rosszabb, mint régen volt. 2019-szer összehasonlítva. Mindenki azt mondja nekem, hogy hogy lehet itt most üzletet folytatni, mikor minden sokkal rosszabb, mint régen volt, amikor ezek a tények, hogy például az árfolyam is mennyivel rosszabb, és rákérdeznek erre. És azt mondja, hogy hát igen, könnyű úgy beszélni, hogy neked nincsen semmi problémád, de mi van akkor, ha én nem választom azt, hogy problémám legyen, és szenvedjek? Érdekes nézőpont, hogyha van valakinek egy ilyen nézőpontja, ezt kell megkérdeznetek tőletek, hát igen, hogy ez itt nagyon könnyű, neked mindenet megvan, van pénzed, úgy könnyen beszélsz, de én vagyok az, akinek nincsen semmilyen, én szenvedek, nekem nincsen pénzem. Első kérdés az, hogy ez valós, ez igaz? Igazság. Tényleg szenvedsz? És valaha megkérdeztél engem, hogy én hogy kezdtem? Nekem se lógott ki az aranykanál a szájamból, amikor megszülettem, hanem választottam azt az életet, ami nekem most van. Mondhatnám azt is, hogy szarrá dolgoztam magam, mert amikor kezdtem, akkor nem voltak még kezemben ezek az accesses eszközök, amik most már ott vannak. Nekem mindent magamnak kellett megteremteni, mert a szüleimnek nem voltak olyan eszközei, nem voltak olyan anyagi lehetőségei, hogy akár az egyetememet finanszírozzák, úgyhogy mindent nekem kellett előállítanom. 4 éven keresztül folyamatosan reggel 6-kor ébresztettem föl magam, akkor csörgött az óra, mert egyszerre jártam egyetemre, és különböző munkákat folytattam azért, hogy megcsinálhassam azt, amit szeretnék, csak azért, mert miért? Mert nem azt választottam, hogy szenvedjek, hanem inkább azt, hogy bármit megteszek azért, mert tudtam, hogy valami szeretnék lenni egy napon. És ezért kérdezzétek meg magatoktól, hogyha csak most elkezdenétek megváltoztatni az életeteket, akkor hol kezdenétek, mit tehetnétek? Vagy hogyha most kezded az üzletedet, akkor mi az a hajlandóság, ami lehet, hogy mindenre hajlandó vagy, ami ahhoz kell, hogy az üzletedből az legyen, amit látni szeretné belőle. És az üzlet másképp eszközén egy, hogy soha ne add föl, soha ne hagyd abba. És mi az, amit ma választhatsz? Igen, minden drágább, stb. Stb. Tudjuk. Igen, vannak kihívások, de azért, mert kihívásaink vannak, az nem jelenti azt, hogy ez lehetetlen. Csak azért, mert most úgy néz ki, hogy valami kicsit nehezebb, az nem jelenti azt, hogy lehetetlen. De hogyha csak a problémákat látjátok, amik ott rajtad kívül keringenek, mint a szateliták, akkor mondhatod azt, hogy rendben van. Lehetne ez könnyebb? Hát persze, hogy lehetne. De mi az az eszköz, amit itt most elővehetek, amivel könnyedséget tudok ebben a helyzetben teremteni? Amikor alámész annak, hogy szenvedsz, akkor nézd rá arra, hogy de hát nekem vannak eszközeim. Mi az az eszköz, amit ma elővehetek, hogy megváltoztassam ezt a jelenlegi helyzetet? Melyik eszközt vegyem elő, hogy ne szenvedjek tovább? Melyik eszközt vegyem elő, hogy változást idézzek elő? Olyan eszközeitek vannak, amit el se tudtok képzelni. Ezek az eszközök, ezek egy aranybánya, és ti ennek az aranybányának a tetején csücsültök, úgyhogy ez arany a kezetekben, hogy vannak ilyen eszközeitek, úgyhogy kezdjétek el használni. Menjünk vissza egy picit a történelembe. Amikor az árfolyamok összezuhannak, amikor gazdasági visszaesés van, ezek a dolgok megtörténnek történelmileg, akkor az a kreativitásnak a játszótere, és a lehetőségeknek a játszótere, amikor összezuhan a világgazdaság, akkor minden megáll, és mindenki sokkot kap, úristen, mi lesz most? És itt van az, amikor az robotpilótákat ki kell kapcsolni. A többiek ott ülnek, nincsen tervük, kiborulnak, sokkot kapnak, nem tudják, hogy mit csináljanak. Ez mindenki. És aztán ott vagy te, a kreativitásoddal, az őrültségeddel, a hajlandóságoddal, hogy bármit hajlandó vagy megcsinálni, ami kell, ami szükséges, és ott vannak az eszközök, azok a csodálatos eszközök a kezedben, akár az, hogy stresszmentesíted magad egy bárszkezeléssel, akár azok, hogy fölteszel egy kérdéset, akár az, hogy a nézőpontot teremti a valóságodat, neked a kezedben vannak azok a megoldások, amikre a világnak szüksége van. Azt ismeritek, hogy a világ az mindig a válaszokat keresi. Miért nem lehetsz az te, hogy megválaszolod ezt a kérdést, amit a világ föltesz? Fölteheted azt a kérdést, hogy szeretnétek-e valami mást választani? Persze mindenki aggódik. És aztán itt vagy te egyetlen kérdéssel, ami nem más, mint az, hogy szeretnél valami mást kipróbálni, mint amit eddig csináltál. És most Most van itt az idő, sokkal inkább, mint valaha, hogy az emberek hajlandóak legyenek odafigyelni rád. Mert a robotpilótákat kikapcsolták, mert minden összezuhan kerülöttük, jelen kell lenniük azzal, ahogy ők élnek, vagy amit eddig csináltak. Úgyhogy ez egy játszótérré válik számunkra és a lehetőségek számára. Úgyhogy gyönyörűen lehet az eszközeiteket használni, azért, hogy ezt a saját előnyötökre fordítsátok. És ti vagytok az a nagyon értékes termék. Tudjátok miért? Mert mások vagytok. Ti mások vagytok, mert ti nem csak az üzletet csináljátok másképp, hanem minden másképp csináltok, hát őrültek vagytok. Nem kell beillenetek más embereknek a problémáival egyáltalán. Ne vegyétek be más emberek problémáit. Légy szíves, ne vegyétek be, és ne tegyétek sajátjaitokká. Amikor te közlekedsz a világban, ne vegyél be semmit, senkitől. Ha egyetlen dolgot használsz, és ezt minden nap, én is használom minden nap 0-24-ben. Én ebben az őrült dologban foglalkozom, project managementtel, és bankokkal, befektetési alapokkal, és hát meg teljesen felfordult a világ, és én folyamatosan azt használom, hogy oké, ez kihez tartozik, és a másik, amit állandóan használok, az az értékes nézőpont. És tudjátok, mi történt? Fejlődik az üzletem. 2 új projektet adtam hozzá az üzletemhez múlt héten, azzal a kérdéssel, hogy figyelj, szeretnél valami más kipróbálni, mint amit eddig csináltál? Pusztán ezzel a kérdéssel. És nyitottak voltak rá az emberek, és annyit mondtak, hogy oké, érdekes, kíváncsi vagyok arra, hogy mit szeretnél nekem mondani, és aztán leültünk beszélni. És tudjátok, hogy milyen könnyen ment az egész? Tudjátok miért? Mert mindenki csak panaszkodik, és a válaszokat keresi, és a kiutat ebből a helyzetből. És nézzétek meg, hogy ti hogyan használjátok ezt az előnyötökre. Könnyedséget tudtok mindenbe becsepegtetni, meg tudjátok tanítani az embereket, hogy hogyan tudják az életüket könnyen élni, még akkor is, hogyha gazdasági visszaesés van, vagy nőnek az árok, vagy katasztrófák történnek körülöttünk a világban. Nem fogjátok föl, hogy mekkora aranybánya az, amint ti éppen csücsültök. Igen, amiről most beszélsz, hogy minden megváltoztatható. És ezeket az eszközöket tudjuk a üzletben is használni. Amikor e világ szerint teremtettem az üzletemet, az soha nem működött igazándiból, de amikor az üzlet örömét elolvastam, és elvégeztem ezt az Üzlet Másképp kurzus, akkor elkezdtem másképp tekinteni az üzletemre, elkezdtem más dolgokat hozzáadni az üzletemhez. És kijöttem az adósságból. És tényleg, ez szerint a valóság szerint őrület, és nem logikus, de nem logikus időket élünk, úgyhogy itt van az idő arra, hogy másképp tekintsünk a dolgainkra. Az Access Consciousness összes eszköze az furcsa, és imádják az emberek azért, mert mások, mert őrület, hogy milyen eszközöket használunk, és nagyon könnyű használni ezeket. Régebben, amikor könnyen csináltak az emberek pénzt, akkor nem volt okuk arra, hogy valami mást válasszanak, vagy hogy kipróbálják az Access eszközeit, de a jó hír az, hogy ennek most vége van, és nem is tudom, hogy ki az, aki ezt a helyzetet most megteremtette. Na és mindenem mi ez? Az helyes helytelen jól osztottuk, mind a kétszedekről boldog, és túl. De amikor minden kurva könnyű mindenki számára, akkor ki az, aki szeretne bármi mást megváltoztatni, bármi mást választani? Hát senki. De gyerekek, a jó hír az, hogy mindenki ki van borulva, megváltozott a világ kiszámíthatatlan lett, és soha korábban nem volt ekkora lehetőség arra, hogy az emberek nyitnának arra, hogy valami mást megpróbáljanak. Az világ őrültségét le tudod rázni magadtól, és az emberek nyitottak, és hajlandók meghallgatni azt, amit mondani akarsz nekik. És annak már vége van, hogy úgy működjenek az emberek, hogy jó, nem baj, hogyha munkanélküli leszek, mert majd megélek a munkanélküliségből. Ennek vége. Ennek vége. Van egy csomó humanoid körülötted, akik meg fognak téged találni, mindegy, hogy hova mész, mert meg fognak a humanoidok téged találni, és te leszel az a két lábon járó lehetőség, amit ők keresnek. Most van itt az idő arra, hogy mások legyetek. Most van itt az idő arra, hogy megmutasd azt az őrültet, aki valójában vagy. Légy szíves, ne bújdokoljatok a világ elől, mutassátok meg magatokat. Nagyon-nagyon nagy kereslet van valamire, ami más. Úgyhogy ne bújdokoljatok többé, hívjátok meg a világot arra, hogy megmutassátok a világnak azt, hogy mit tudtok ti, hogy mi lehet más, hogy használjátok a kreativitásotokat ítélkezésmentesen, és az emberek hajlandóak, emberek hajlandóak meghallgatni benneteket, menjetek ki, legyetek elérhetőek, tegyétek magatokat elérhetővé, és könyörgöm, ezt csináljátok meg, légy szíves, mert az emberek titeket keresnek. Jöhettek Dubajba is, mert ott lesz ez a kurzus januárban, az üzlet másképp. Nagyon imádom. Talán ennek van a legvastagabb jegyzete ennek a kurzusnak, az összes Access kurzus közül, és meg szokták kérdezni tőlem, hogy most végigvettük a jegyzetet, tényleg az összes mindenről túl lesz a kurzusa, tehát persze, hogy túl lesz róla. És igazándiból ez a jegyzet az, ami a jobb kezed lesz a következő 10-15 évben az üzletedben, mert mindig, ha magadnál tartod, valami megmutatkozik az életedben, és nem tudod, hogy mit csinálj vele, kinyitod, és ott lesz valami, ami segít neked ezt a helyzetet megoldani, vagy megváltoztatni. Tényleg minden benne van ebben a jegyzetben, ami marketingtől kezdve, a promóciótól kezdve, minden benne van, hogy hogyan beszélj emberekkel, hogyan alapíts egy üzletet, energiahúzás, energiaáramoltatás, mindenféle energetikai munka. Olyan, mintha egy lehetőségek szótárát adnám a kezetekbe, és használhatjátok az üzleti jobb kezetekként ezt a jegyzetet, de a jó hír az, hogy ez csak egy jegyzet, és nem egy munkatárs, akivel egyébként törődni kell, úgyhogy ez mindig ott van nálad. Igen, és megtanuljátok azt is, hogy hogyan lazuljátok bele az üzletetekbe, és hogyan tudjátok másképp, más energiával a kötelezettségeket is megcsinálni. Igen, arra invitál bennünket, hogy lazuljunk bele az üzletünkbe, mert igazándiból ezt elhanyagulta mindenki. Mindenki azt gondolja, hogy az, hogy lazulsz, az az, hogy lefekszek a kanapéra, és semmit nem csinálok. Igen, tudod, hogy minden könnyedén áramlik felém, jöhet ez $1 millió, lefekszem a kanapéra, és jöhet $1 millió, de nem egészen erről van szó. Ez nem arról van szó, hogy csak önmagad vagy, és nem csinálsz semmit, vagy hogy alszol. A relaxált állapot, vagy a lazult állapot, az egy létállapot, ahol egyszerűen tudod, hogy mire vagy képes, folyamatosan tudod, hogy mi a következő lépés, amire szükség van, megbízol magadba, tudod, hogy mi az, amivel most éppen törődnöd kell, és befejezed azt, hogy túlgondolsz dolgokat, hogy mindent túlszervezel és túltervezel, mert csak ott fogsz ülni, és azt mondod, hogy hallom a tudatosságnak és az univerzumnak a suttogását, és én vagyok az az energia, aki a megfelelő időben és a megfelelő helyen ott vagyok, és megteszem azt, amit meg kell tennem. Oké, univerzum, játszunk egyet. Gyönyörű. Igen, hát kell csinálni azért valamit, amikor teremtesz, és a lehetőségeket teremted. Igen, kell csinálni valamit. Valóban a belelazulás az nem zárja ki azt, hogy nem csinálsz semmit. Igen, ez magában foglalja a csinálást, de néha a legjobb, amit csinálhatsz, az az, hogy nem csinálsz semmit. Néha a teremtésnek csak teret kell adni, hogy elkezdjen valami növekedni, hogy elkezdjen valami áramolni, és adnod kell a teremtésednek és az üzletednek egy teret, hogy oda tudjon fejlődni és áramolni, ahova éppen szeretne. Hogyha mindent megtervezel, akkor ezt az áramlást eltéríted. És ezt is fogjuk a kurzussal gyakorolni, hogy ráérezz arra, hogy az üzletednek a véráramlása és a szívverése az hogyan megy, mert minden folyamatosan fejlődik és áramlik. És ugyanúgy, ahogy a testednek néha bizonyos dolgokra több figyelmet kell fordítani, mondjuk aludnod kell, vagy futnod kell egy kört, így fogod folyamatosan, pontosan tudni, hogy mikor, mit kell csinálnod, mi az, amire most szükség van, és akkor azt megteszed. De azt is fogod tudni, hogy mikor kell szünetet tartanod, mert rá tudsz hangolódni az üzleted szívverésére, és ezt gyakoroljuk, hogy hogyan tudod meghallani az üzletednek a szívverését, és aztán megtanulod azt is, hogy hogyan tudsz ezzel az üzleti szívveréssel együtt menni és együtt működni, és ettől te fogsz azzá az emberré válni, akit mindenki akar a világon. Mit csinálnak az emberek körülötted, hogyha körbenézel, mert őrület van? Ki vannak borulva, idegesek, stresszesek, és aztán ott vagy te, aki egy ilyen két lábon járó nyugodtság. Egy nagy mosolyal az arcodon, és aztán fölteszed nekik ezt a kérdést, hogy akarnál-e valami mást választani. Igen, nagyon jól mondtad, David. Ezt imádom ezzel a kurzussal kapcsolatban legjobban. Tudom, semmilyen kurzus nem ugyanolyan, tehát ugyanaz a kurzus kétszer soha nem ugyanolyan. Én sem ugyanúgy facilitálom. Miért? Azért, mert belenyúlok abba az energiába, hogy mi az, ami most releváns, mi az, ami itt van, milyen kérdései vannak a résztvevőnek, mert amikor mi facilitálunk, akkor mi pedig a kurzusnak a szívverését figyeljük, és a szívverést pedig ti hozzátok, és ti hozzátok a sztoriaitokat, a kérdéseiteket, a tanulmányaitokat, hogyha szeretnétek bejönni, akár élőben ebben a kurzusban, Dubájban, akár online, akkor hozzátok az üzleti ötleteiteket és az üzleti lehetőségeiteket. Imádom azt, amikor hozzátok a problémáitokat is például, és aztán ha azt hiszed, hogy problémád van, miért nem teszed fel egy kérdést, miért nem próbálod meg ezt, miért nem használod itt azt, és végig facilitáljuk ezt az egészet, és mindenki a facilitálás során szemtanúja lehet annak, hogy ezt az egész helyzetet hogyan alakítjuk át. És a legtöbb esetben egy csodálatos transformációknak lehetünk tanúi, de ehhez az kell, hogy ott legyél te, és hozd az ötleteidet, hozd a helyzeteidet, és hozd mindazt, amiről azt gondolod, hogy ez egy probléma. A jó hír az, hogy ennek a kurzusnak semmilyen előfeltétele nincsen, és igen, lehet kérdezni, nyugodtan föltetted a kérdéseidet és a problémáidat, nincsen hülye kérdés. Jó? A leghülyebb dolog az, hogyha nem teszel föl kérdést. Tehát van-e itt valaki, akinek van kérdésre? Ó, igen, már jönnek a kis kezek a Zoom ablakokban. Hogyha csak édes kettesben leülnénk, és éppen teáznánk, mint ahogy most csináljuk, akkor biztos, hogy szeretnék elmondani neked valamit, hogy egy hete mi az, amit tapasztaltam ezen a kurzuson. Elhívtak Santa Barbarába, és megkértek, hogy csinálják kezeléseket az egyik ügyfélnek a lakásán, bemutatott egy pár embernek, és nagyon, nagyon jól alakult az egész, de amikor az áraimat elmondtam, akkor elkülönültek, és nem választottak, és mindenféle kifogásokat jöttek, hogy ó, majd jövő héten, vagy talán majd később. És aztán ugyanabban az időben folyamatosan kaptam ilyen SMS-eket és telefonhívásokat, mert hívtak emberek ide-oda, és azt csinálom, hogy utazom, és van egy csomó energia, ami teremtődik az üzletemben, de még nem aktualizálódtak ezek a dolgok, megkereséseket kaptam, de még nem aktualizálódtak. Igen, az a kulcs abban, amit mondtál, hogy még nem. Nagyon izgi, amikor igen, ebből működsz, ez a mesterséges intelligencia aktualizál. Jönnek ezek az impulzusok, elkezdődik valami, és aztán, ha egy dolog van, ami nem a terveid szerint ment, például azt mondod, hogy oké, elmondtam az áraimat, majd aztán az emberek nem választották, mennyire húzottál össze ettől, és mennyire reagáltál, és mennyire befolyásolt téged az a kételj, ami benned megjelent, mert ez megöli a kreativitásodat, de mi van, ha azt reagálnád, hogy oké, nincs rá pénzed, semmi probléma, majd szólj, amikor lesz rá pénzed. Neked ne legyen semmi kételjed azzal kapcsolatban, hogy a te áraid azok jók, vagy sem. Te tudd, hogy mennyit érsz, egyszerűen csak nézd meg, hogy mi az, ami erre benned, amikor ez történik, akkor mi az, ami följön benned. Az a kételj, stb. Stb. És aztán küld vissza az egészet, mert ezt csak a mesterséges intelligencia aktualizálók csinálják veled. Csak egyszerűen nyugodtan válaszold azt, hogy semmi probléma, megtalálsz, amikor úgy érzed, hogy készen vagy erre. És ne kezd el a saját döntéseidet megkérdőjelezni visszamenőleg. És itt van az, amikor az emberek a döntést és a választást összekeverik, hogy úristen, nagyon drága, mégsem választom ezt. Hát ez a szolgáltatásom, ami ennyibe kerül. Nincs rá pénzed? Semmi baj. Majd gyere vissza, amikor lesz pénzed. És csak csináld tovább, amit eddig csináltál, mert hogyha valójában választják azt, hogy egy kezelést kérnek tőled, akkor meg fogják rá teremteni a pénzt, és visszajönnek hozzád. És nem menj bele abba a szegénységtudatból való működésbe, hanem egyszerűen csak válaszold azt, hogy persze, semmi baj, hogyha nincs rá most pénzed. Tudom, hogy meg fogod teremteni rá ezt a pénzt, hogyha szeretnéd ezt a kezelést. És ez az energia, ez belőled rezeg, ez a te szívverésed, és vissza fognak jönni az emberek. És ezt fogják az emberek választani. Úgyhogy amit neked mondanék ezzel kapcsolatban, hogy csak csináld, és az áraiddal kapcsolatban pedig ne legyen benned semmilyen kételj. Köszönöm, ez annyira megerősítő számomra, és mások számára is, hogy hogyan növekedjünk, és hogyan válasszunk. Igen, csak ez, amit ez a változás teremt, az, amit mondtál. És amikor mondtad, hogy az aranybányán csücsülünk, és hogy én vagyok az az értékes termék, folyamatosan erre gondolok, miatt ezt mondtad. Hát igen, te egy aranybányán csücsülsz, létezekként az aranybányaként. Igen, halljátok ezt? Én vagyok az aranybánya. Én vagyok az aranybánya. Tudod miért? Azért, mert te vagy megerősítve, neked vannak kérdéseid, hajlandó vagy más lenni. És ez az, amire most manapság szükség van. Hajlandó vagy más lenni, hajlandó vagy önmagad lenni, hajlandó vagy másképp működni, nem ítélkezésből működni, és növekedni, és önmagadként lenni. És manapság ez nem találod ezt meg minden sarkon. És az emberek előbb-utóbb elkezdik ezt meg fölismerni, és megtalálni, és elérni téged. Van egy nagy ingatlan befektető és fejlesztő cég. Elmúlt 15 évben ez volt a legnagyobb cég, múlt héten csődbe mentek. Hát velük is beszéltem, a menedzserekkel, éjjel-nappal dolgoztak, és most csődbe ment az összes megtakarításuk, az összes befektetésük, minden elúszott, és most azt mondják ezek az emberek, hogy soha többet nem adom föl magam valaki más érdekében, és erre én azt mondtam nekik, hogy na, akkor látod, legalább most tanultál valamit. Szeretnéd újrakezdeni? Szeretnéd másképp csinálni? Akkor nekem van számodra valami mondani valóm, van egy ajánlatom számodra, és ezek az emberek nyitottak lesznek. Most szabadok, most meglátják a különbséget. A humanoid játszótér az, és a lehetőségek játszótére az, ami most megnyílik számunkra. Úgyhogy légy szíves, ne bujkáljatok, hanem gyertek elő. És legyetek hajlandóak láthatóvá válni, és elérhetővé válni. Igen, igen, a mesterséges intelligencia aktualizál, rájöttem, hogy ez nem is az enyém, az, amit én gondoltam. Hát persze, hogy nem a tiéd, hát ez csak így történik, ugye? Amitől így visszacsinálod az egészet, és inkább hazamegyek, nem utazom többet, mert itt engem senki nem akar. Hogyha ezt veszed, persze, hogy nem a tiéd. Ez a mesterséges intelligencia aktualizát csinálja ezt veled. Köszönöm a kérdésed. És aztán itt van Sisi, akinek az országában hajnal egy van. Mi a francot csinálsz itt, Sisi? Aludnod kellene. Igen, bőven éjfél után van. Mit szeretnék kérdezni, kedves? Hallottam, amikor mondtad, hogy mi az, ami más számodra abban, hogy egy csomó kurzuson ott vagy, és most milyen? Hát én is csak egy hülye humanoid vagyok, tudjátok, aki próbál megbirkózni minden napokkal, és leesik, amikor leesik. Nagyon sokat olvasok, nagyon sok kurzuson vagyok ott, és hajlandó vagyok arra, hogy meglássam, hogy hol korlátozom még mindig önmagamat. És hajlandó vagyok erre ránézni. És ez a gyönyörűsége, hogy minden egyes kurzussal mélyebbre vagyok hajlandó menni, egy réteggel, és hát néha ez nagyon nem kényelmes, néha föl kell ismerem, hogy Úristen, mi az Istenért választottam éveken keresztül, ilyen hosszú időn keresztül ezt a valamit, és aztán azt mondom, hogy oké, a múltban meghozott választásokat, azokat ne sajnál, hanem csak tedd fel a kérdést, hogy most mi lehetek, és most mit tehetek, ami más, nincsen ennek vége. Hogy most már tudatos vagyok, szuper, hanem ez folyamatosan változik, ez egy olyan tudatállapot, vagy állapot, ami mindig változik, mindig növekszik, mint a természet maga. Nem olyan, hogy elérek egy tudatos állapotba, és akkor megcsináltam, és készen vagyok, hanem folyamatosan változunk, mindig más választásokat hozunk, és ahogy változol, egyik nap sem ugyanolyan, mint a másik, és minden nap másképp mutatkozik meg, és minden kurzus másképp mutatkozik meg, és az éberséged az egyszerűen csak éber leszel valamire, amire korábban nem voltál, még több kérdést teszek föl, más kérdéseket teszek föl. Látod, mondták nekem ugyanaz 2 évvel ezelőtt, és nem voltam hajlandó meghallani. És most már igen. Nem kell mindent egyszerre látnotok. Nekem is volt egy olyan időszakom, amikor azt mondta, francokat csinálom én ezt. Miért nem lehet ezt egy alkalommal mindent megtanulni, és mindent megcsinálni? Miért járok el a kurzusokra, egy csomó pénzt befektetek ebbe? De ez egy utazás, tudjátok, aminek nincsen vége soha, és fokozatosan mentek végig rajta a saját ütemetekben, és minden nap föl tudtok fedezni valamit. Minden nap egy gyönyörű lehetőség arra, hogy valami mást, és még többet fölfedezzetek a tudatosságban. Én ezt nevezem annak, hogy jó élet. Az a gyönyörűség, hogy mindig többet választotok, mindig mást fedeztek föl, és mentek végig ezen az úton, hogy sajnos ennek nincsen vége. Ez nem egy egyszerű dolog. Igen, köszönöm. Igen, sokszor ez az első, hogy együtt facilitálsz Simonnal, ilyen nem volt még, ugye? Nem volt még, igen. Hú, nagy kihívás, ez nem lesz nagy kihívás, csak vicceltem, tök jó lesz, már alig várom, és sose tartottam vele közösen ezt a kurzust. Szerintem nagyon menő lesz, és nagyon bulis. Más lesz, biztos, hogy más lesz. Nem csináltuk még ezt együtt soha, de nagyon izgatottak vagyunk mind a ketten, mert új, egy csomó újdonság lesz benne, és mi az, ami most lehetséges, ami eddig soha nem volt. Igen, és tudjátok, hogy az a legjobb, hogy Dubájban csináljátok, és ugye, hogy mit gondolnak az emberek Dubájról, hogy mennyi biznisz van ott, meg mennyi gazdagság. Igen, hát igen, nem tudom, először facilitáljuk ezt együtt, és aztán azt választottuk hozzá, hogy Dubáj intenzitását hozzátesszük ez a kurzus, hát nem is tudom, mit gondoltunk komolyan. De van egy B-tervem. Úgyhogy a B-tervem az az, hogy az Üzlet Másképp kurzus után élvezkedni fogok 3 napig Grace-nek a haladó 3 napos testkurzusán, ami rögtön a mi kurzusunk után jön. Úgyhogy ezt én jól kitaláltam magamnak, hogy az intenzív kurzustartás után majd ott pihenni fogok 3 napot, mert ott maradok tovább, és részt veszek ezen a 3 napos haladó testtanfolyamon. Úgyhogy ott élvezni fogom a dolgokat már csak. Igen, ez az újévi ajándékom magamnak. Hát egy kicsit próbálok ízelítőt adni nektek abból, hogy 2024 az hogyan nézhet ki, hogyha választotok valami más. Nem tudom, hogy ti mit éreztek ebből, de én nagyon izgatott vagyok 24-el kapcsolatban. Én érzem azt, hogy éber vagyok arra, hogy nagyon más lehetőségeink lesznek, nagyon más választásokat fogunk hozni, és nagyon jó dolgok fognak történni velünk a világban. Úgyhogy, ha szeretnétek berúgni ti is a következő éveteteket, akkor várunk benneteket januárban, Dubájban erre a kurzusra, hogy megváltoztassuk a világot, és valami nagyobbat és jobbat hozzunk létre. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm a tolmácsoknak, csodálatosak vagytok, hogy itt vagytok velünk, és mindenkit csókolok, és köszönök. És remélem, hogy ha jöttök, akkor majd mindenkit jól megölelgethetek, és megszorongathatok Dubájban személyesen is. Igen, Sisi, jönni fog, szuper. Sziasztok, sziasztok!